Üdv mindenkinek, ez a Spátrend Expo Live, most már nagyon hamarosan indul a Spátrend Expo. Itt vagyunk a Spátrend Török-Bálinti bemutató termében, a Max City-ben. 1600 négyzetméteren rengeteg jacuzzi várja az érdeklődőket. Itt van mellettem Vezse Roland, a Spátrend alapító tulajdonosa. Roli, milyen márkákkal fognak találkozni azok, akik eljönnek? Hát ez az óriási választék egyébként több márkából áll. A Watkins Wellness gyártja ezeket a medencéket, amiket a bemutatótermünkben látunk, illetve minden bemutatótermünkben látunk. Ahol éppen állunk, a Max City bemutatóterem, ez a Caldera masszázs medencéknek az otthona. Itt mutatjuk be a legnagyobb kínálatot. Vannak belépő, vannak közép, meg felső kategóriás medencék, és van olyan, ami szinte elnyűhetetlen, ami Free Flow névre hallgat. Úgyhogy a Calderának a három válfaja, a Free Flow és a Softab medencék is jelen vannak. Nagyjából mire készüljön az, aki eljön erre a medencevására, hogy körülbelül honnan indulnak és meddig tartanak árban ezek a medencék? Ha valaki elindul masszázs medencét venni, akkor elég hamar rájön arra, hogy bizony néhány millió forintot rá kell áldozni, mert ha megvizsgálja az összes gyártót és összehasonlítgatja őket, akkor valahol ilyen 3 millió forint környékén fog már olyan belépő kategóriás masszázs medencét kapni, ami minden igényt kielégít, de mondjuk még a luxus igények hátra vannak. Hogyha elindulunk a kategória lépcsőjén fölfelé, akkor eljutunk valahol ilyen 6, 7, 8 vagy akár 10 millió forintig is a legmagasabb felszereltségű luxus medencék esetén. Úgyhogy egészen biztos, hogy valahol 3 és mondjuk 10 millió forint között fog költeni az, aki masszázs medencét szeretne ma vásárolni. De nem csak ezzel kell foglalkozni egyébként, hogy mennyibe kerül, hanem mennyibe fog ez kerülni hosszú távon. Mert hogy nem egyszer fizetjük ki az árát, hanem utána minden hónapban ki fogjuk fizetni a fenntartási költségeit. Itt pedig arra kell számítani, hogy ha valaki jól választ masszázsmedencét, akkor ez akár ilyen mondjuk 10 és 20 ezer forint között is lehet, ha csak nem vele softabot, ahol akár 5-6 ezer forint is lehet a havi villanyszámla. Vagyis éves szinten mindenképpen olyan 60-70 ezer forinttól egészen mondjuk olyan éves szinten 200-250 ezer forintig fog rá költeni. Ugye arról beszélte, hogy ha jól választ, azt tudjuk, hogy a Watkins medencéi prémium kategóriás medencék, és hogyha jól tudom, pont az energiahatékonyságról híresek. Igen, abszolút. Minden medence már a Free Flow-tól, ami már a 3 millió forint körüli kategóriánál kezdődik, ott is az energiahatékonyságot hangsúlyozunk évek óta, vagy mondhatni a gyártó már 4 évtizeden nagyjából. A Caldera és a Hot Spring medencék pedig mindenképpen az energiatakarékosságukról híresek. És jól fogalmaztál, hogy aki jól választ, az körülbelül ilyen fenntartási költségekre számíthat, mert ha valaki rosszul választ és nem megfelelő medencét vásárol, akkor nagyon egyszerűen szólva az utcát fogja vele fűteni, hiszen a fűtés, a meleg víz az egyik legfontosabb ismérve a masszázsmedencéknek, akkor fogom megelégedettséggel használni a medencémet, hogyha bármikor kinyithatom, bármikor beleülhetek, és bármikor meleg lesz benne a víz. És akkor fogom a vizet melegen tartani, ha azt gazdaságosan tehetem, és akkor fogom használni a medencémet, hogyha mindig meleg és mindig tiszta a vize. Úgyhogy, ha valaki nem jól választ, akkor akár havi szinten 150-200 vagy akár annál magasabb összeget is költhet rá, ezresekben mérve havonta. Ugye itt vagyunk egy gyönyörű, inspiráló bemutatóteremben, nagyon könnyű beleszeretni a medencékbe. Hogyha valaki beleszeret egybe, dönt, akkor mennyit kell várnia? Elég rövid idő alatt hozzá lehet jutni egy masszázsmedencéhez. A Covid alatt sajnos, vagy ma már mondhatjuk, hogy mindegy, de az volt a jellemző, hogy akár fél évet vagy egy évet is kellett várni egy masszázsmedencére. Ma, ha valaki besétál és rámutat arra, hogy én egy ilyet szeretnék, akkor akár holnap, de mondjuk egy hónapon belül mindenképpen telepíthető lesz a medence. Hogyha árban megfelelő terméket talál, és hogyha mondjuk színben talál egy olyan neki való darabot, amit haza tud vinni, vagy amit haza szeretne vinni. Egyébként nagyjából ilyen 2-3-400 darab áll a rendelkezésünkre, amit akár holnap le tudunk szállítani, de ha valaki különleges ízléssel bír, akkor nagyjából 2000 darab közül tud választani, amit az európai raktárban tart a Watkins Wellness Belgiumban. Itt Török-Bálinton, tehát 1600 négyzetméteren lehet, igen, nézelődni, és a Spátrend Expo teljes területe az mennyi? Az nagyjából 4500 négyzetméter. Ürömön körülbelül
hát nehéz megmondani a teljes területet, de olyan 1400 négyzetméter körüli beltéri bemutatóterem, plusz kültéri élménycenter, ami több ezer négyzetméteres. Török Bálinton itt 1600 négyzetméteren vagyunk, ahogy említetted, Nyíregyházán pedig nagyjából 1000-1200 négyzetméteren várjuk a vevőket, illetve a vendégeket. És minden helyszínen ugyanilyen izgalmas kínálattal, gondolom. Abszolút igen. Mindenütt ugyanezt a színvonalat és ugyanezt a választékot képviseljük. Hogyha minden helyünket meglátogatna valaki, és a teljes kínálatból szeretne választani, akár 100-120 masszázsmedence közül is választhatna. És akkor elég sok időt kell rászállni, de gondolom, hogyha eljön valaki, akkor kap majd segítséget a medence választáshoz. Természetesen senkit nem hagyunk elveszni a masszázsmedencék erdejében, ami itt mögöttünk van, ez még nekem is gondot okozna a választásban, pedig én aztán eléggé belástam magam a témába az elmúlt 20 év során. Mindenki, aki eljön hozzánk, kap maga mellé egy egyéni kísérőt, egy masszázsmedence szakértőt, aki segít neki kiválasztani a család méretéhez, a hely méretéhez képest legmegfelelőbb masszázsmedencét a számára. És a masszázsmedencék mellett természetesen, ahogy látjátok itt a bemutatóteremben, kerti bútorokkal, árnyékolókkal, mint például a napernyők vagy pergolák, grillsütőkkel, azoknak a teljes szortimentjével várjuk az érdeklődőket. És ha valaki a teljes teraszát szeretné berendezni, a Spátrend bemutató terméből, arra is van lehetőség, akkor segítséget nyújtunk a tervezésben. Tehát Spátrend Expo hamarosan, érdemes eljönni. Várunk titeket szeretettel! Hello mindenkinek, itt állok Vezse Roland, a Spátrend alapító tulajdonosa mellett, ez a Spátrend Expo Live, és egy gyönyörű medencét fogunk most bemutatni, ez a Watkins egyik gyönyörű medencéje, konkrétan a Caldera Utopia sorozatából az egyik, ki ő? Ő a Tahitian, a Tahiti szigetvilágról nevezte el egyébként a Caldera a legtöbb medencéjét, úgyhogy a Tahitian modell tényleg a világ egyik legnépszerűbb, legnagyobb darabszámon eladott medencéje, és ez nem véletlen, ez azért van, mert a Caldera az egyik legfelkapottabb és minőségileg legelfogadottabb, legelismertebb márka. Ezen belül pedig a Tahitian modell az Utopia sorozatnak az egyik olyan modellje, ami szinte minden teraszon megállja a helyét, és a legtöbb családnak megfelelő a mérete. Apropó méret, mekkora ez a medence úgy körülbelül? Ez egy egészen pontosan 2.13x2.13-as medence, tehát ez egyébként a masszázsmedencék között egy középméretnek minősül, 2 méter fölött van a mérete, és ez pontosan alkalmassá teszi arra, hogy 6 ember kényelmesen elférjen benne. Nézzük először a külsejét, gyönyörű a design, mit tudsz róla mondani? A dizájnt az amerikai BMW autógyárnak a design csapata hozta létre, a BMW Design Work USA. Néhány, hát már talán egy évtizeddel ezelőtt indult el ez a tendencia, amikor a masszázsmedencék elkezdtek egy autóipari dizájnra hasonlítani, amikor autóipari dizájnerek kezdtek el azzal foglalkozni, hogy hogyan fog a masszázsmedencénk az udvaron mutatni. És a Calderának az Utópia sorozata kimondottan abba a kategóriába tartozik, ami úgy lett kitalálva, hogy ez egy klasszikus otthonba, egy modern otthonba, egy minimalista háznak a teraszára is tökéletesen illeszkedjen, és összhangban tudjon lenni azokkal a bútorokkal, vagy elemekkel, vagy grillsütővel, vagy grillkonyhával, ami mellébe kerül. És a wellness térnek egy nagyon-nagyon gyönyörű kiegészítője. Nem tudom, hogy látszik-e, de gyönyörű LED-csíkok is vannak, ugye minden oldalon fut végig, és még a színük is változik, hogyha jól látom. Abszolút, igen. Nagyon jellemzője az Utópia sorozatnak ez a minimalista oldalburkolat, fölötte ez a fekete sáv, benne a Logo Light, amit majd megmutatunk, és a Logo Light-nak nem csak annyi a szerepe egyébként, hogy abban segít, hogy megtaláljuk a medencét a sötétben, vagy hogy rájöjjünk, hogy ez egy Caldera medence, hanem abban is, hogy a medence állapotáról információt ad. A Logo Light-nak az egyik és a másik fel attól függetlenül, vagy függően villan föl, hogy a medence üzemi hőmérsékleten van-e, tiszta a vize, megy-e a keringetés, esetleg van-e valami problémája a medencének, amivel foglalkoznunk kell, anélkül, hogy kinyitnánk a tetejét, ránézésre meg tudjuk mondani, hogy minden rendben van-e. Beszéljünk egy picit akkor a beltérről, a jetekről. Már említetted, hogy hány főnek alkalmas, de egy kicsit segíts még, hogy emlékeztes, mert nincs meg a szám. Van egy fekvőhely és 5 ülőhely benne. Ezek úgy vannak kialakítva, hogy ergonomiailag a lehető legkellemesebbek legyenek. A Calderát a bölcső ihlette, tehát a testünket teljesen körülveszi a maga belső elrendezés,
és annyira kényelmesek a fekvőhelyek, hogy akár víz nélkül szárazon kipróbálva is nagyon kényelmes, és nem csak a fekvő, hanem az ülőhelyek is. Hadd legyek egy kicsit gonosz, csak hogyha belenézek, nem látok túl sok befúvót, ez nem baj? Ez így tökéletes, ahogy van. Mégpedig azért, mert minél kevesebb, de minél pontosabban elhelyezett befúvót teszünk egy masszázsmedencébe, annál intenzívebb lesz a masszázs, annál sokoldalúbb, és annál inkább úgy fogunk kiszállni, hogy egy teljes értékű masszázsnak érezzük a medence szolgáltatását. Többféle befúvót látok. Melyiknek mi a feladata? A körkörös masszázsterápiának hívják ezt, hogy a többféle befúvót különböző kombinációkban helyezik el a medencében. Ha belenézel, akkor itt a lapockát, gerincet masszírozza, ott pici akupresszúrás dzsetekkel, forgó dzsetekkel a gerincet, a gerincoszlop két oldalát, ott van az atlasz nyakmasszázs rendszer, ami a csúkás izmot masszírozza, alsóhát, szélesebb része felsőhát, talpmasszázs, és ez a két Euphoria Jet, ami nem csak világít és szép, hanem ha elindítod, akkor óriási, mint egy gejzír olyan erővel koncentrálja a teljes masszázs erőt arra a két helyre, vagyis a talpadra. De most itt ebben van víz, akkor meg is tudjuk mutatni, hogy ez hogy működik? Hát persze. 26 fokon van most a víz, nem tartjuk melegen itt a bemutatóteremben. Hogyha elindítjuk, akkor azt fogod látni és hallani, hogy hát minden masszázs befúvó elindult, a víz nagyon mozog, kicsit hangos, úgyhogy mindjárt megállítom, de ezekkel a szabályzókkal tudom szabályozni azt, hogy hova irányuljon a masszázs legfőbb ereje. Így például a talpmasszírozó Euphoria Jetek nem csak jól néznek ki, ahogy bugyognak, hanem nagyon erőteljesen masszíroznak. Ezekkel pedig szabályozni tudom, hogy mennyi levegő áramoljon a befúvókba. Most láthatod is, hogy picit csöndesebb lett a víz, a mozgása kicsit megállt. Hogyha intenzívebbé akarom tenni a masszást, akkor Venturi elven levegőt is tudok a masszázs befúvókba keverni. És működik tehát a minden beülőnek külön szabályozója van ezek szerint, vagy minden fúvókának? Hogy kell ezt elképzelni? Inkább úgy kell képzelni, hogy a masszázsmedencének van egy átlagos ereje. Hogyha mindent középállásba helyezek, és ezeket elzárom, akkor van egy erősen intenzív masszázs. És ha még erősebbet szeretnék, akkor ezeknek a szabályzóknak a segítségével a medence különböző szekcióit tudom erősíteni, vagy egy picit gyengíteni. Ott tehát ide tudok koncentrálni erre a helyre minden masszázs erőt, vagy arra a szekcióra, ez három szabályzót jelent. Ezek pedig helyenként tudják szabályozni a levegő beáramoltatását. De ez még nem minden, mert minden jetet egyenként is tudok szabályozni a körülötte lévő kis karima elforgatásával, hogyha zavarna az, hogy mondjuk a hátam jobb oldalán jobban masszíroz, vagy érzékeny lenne, akkor ott föl tudom erősíteni, vagy le tudom gyengíteni a masszást. Tehát maximum 6 fő részére, de kisebb családnak is kiváló, hiszen a körkörös masszázs miatt egyik-másik beülőbe átülve élvezhetik a masszázs. Ez ideális már egy párnak is egyébként, mert nagyon, nagyon fontos szerepe van annak, hogy minden masszázsát végigjárjunk, de akkor is ideális, hogyha 6 fő van a családban, és általában egy ilyen kis családi összejöveteire, vagy kerti partire használjuk. Köszönöm szépen, ez volt tehát a Caldera Tahitian modellje. Üdv mindenkinek, ez a Spátrend Expo Live. Hamarosan kezdődik a Spátrend Expo, ami a jacuzzizásról, a masszázsmedencézésről szól, de most mégis itt vagyunk Vezser Rolanddal, a Spátrend alapító tulajdonosával a Grillerdőben. Miért? Bizonyám, mert hogy a Spátrend Expo nem csak a jacuzzikról szól ám most már, hanem a grillekről és a grillezés szerelmeseiről és a kültéri kikapcsolódásról. Na nézzük, hogy ezek a gyönyörűek. Igen. Bizonyám. Ezek kamadók, mit kell róluk tudni? Ezek a kamadó grillek kb. 2-3 ezer évvel ezelőtt Japánban, illetve Kínában voltak használva, mint beltéri sütőeszköz, és a II. Világháború után bekerültek Amerikába, majd utána Európába, és elindultak hódító útjukra, és ma, ha az interneten szétnéz az ember, és megnézi, hogy milyen keresőszavak a legnépszerűbbek a grillezés tekintetében, akkor a kamadó a legnépszerűbb. Miből készül ez a gyönyörű grill? Ezek kerámia sütőeszközök, kívül belül kerámia, a színe az a divat kérdése, vagy az egyedi jegyek kérdése. A kamadó Joe, ami itt látható előttünk, ez az erdő, ez mind tűzpiros színű, és a kerámia edénynek az a lényege, hogy belül ég benne a tűz,
és az elején a nedvességet, sütés elején a nedvességet felveszi a kerámia, és aztán szép lassan visszaadja az ételeknek, és egyenletes sütést biztosít. Be is tudunk lesni a tojás között. Bizony. Ha jól látom, mert ezek igen. Gyönyörűen és könnyen nyílnak. És akkor itt pedig kamados séfek vannak. Mi a kettő között a különbség? A kamados séf volt az első, ami a mi saját grillünk volt. Körülbelül 7-8 évvel ezelőtt én Kínába utaztam, és megkerestem azt a kerámia gyárat, aki ezeket a dómokat, a formákat legyártotta számunkra. Ezek kimondottan Spátrend grillek, és ezt egyébként ennek a sikerét megirigyelte nálunk a Kamado Joe, és megkeresett minket, hogy ugyan konkurensek vagyunk, de forgalmazzátok a mi termékünket is, mert úgy tűnik, hogy nektek ez nagyon jól megy Magyarországon. Így lettünk Kamado Chef mellett, a saját márkánk mellett Kamado Joe forgalmazó, és ezzel sokszorosára, tényleg ilyen 4-5-szörösére emelkedett a Kamado grill eladásunk egy csapásra. Látod, vannak kisebbek, vannak nagyobbak, itt csak az étvágy szab határta a méretnek? Igen, nagyjából így van, mert hogy ezek a grillek 21-22 szolosak egy nagyobb család számára, vagy akár egy étterem számára is elegendőek, míg az átlag az 19 szolos, ez a normál családi felhasználás mellett használt kamadó, de vannak kisebbek is. Itt látod például a Kamado Chefnek a 14 szolosát, vagy a Bastardnak, ez egy újabb márka a kis grilljét, és a Bastardnak van óriási grillsütője is. Ennyi Kamado grillt egy helyen talán sehol nem lát az ember, főleg nem egy Spátrend Expón, illetve nem egy spa kiállításon, de a grillekkel is ugyanúgy készültünk a közönség számára, mint a masszázs medencékkel. Ez egy nagyon különleges tojás, ő micsoda? R2D2, nagyon jó, hogy észrevetted, ez egy keg. A keg, a sörös hordó a keg névből ered. Ez egy olyan Kamado grill, ami nem kerámiából készül, hanem dupla falu acélból, egy nagyon jól szigetelt, nagyon strapabíró, nagyon könnyű anyagból. Ez talán az egyik leghatékonyabb Kamado sütő, ez a Broikingnek a saját kamadója. Talán ilyen 10 éve indult el a világ hódító útjára, amikor mi a Broikinggel elkezdtünk foglalkozni, a keg már nagyon jól ment, és a népszerűségét az adja, hogy baromi mobilis. Amíg egy kerámia grillt az ember nem visz ide-oda, se a kertbe nem húzgálja, se nem viszi a vendégségbe, addig a keget megfogod és odébb húzod. Ilyen strapabíró. Igen, egy adapter segítségével, hogyha ezt megmutatom neked, ezt a kis lapocskát, egy autó hátvére rá tudod tenni. Aztán. A vonóhorogra, és magaddal tudod vinni kempingezni. Ez Amerikában van egy ilyen tailgating nevű szokás, hogy kimennek, foci meccsek előtt grilleznek. Igen, és a keg ennek egy nagyon jó kis változata. Ő egy újdonság szerintem, mert itt központi helyen van. Abszolút igen. Ez egy, úgy lát, rá van a Gravity Series, vagyis ez a Masterbuildnek a gravitációs smokere. Ez úgy működik gyakorlatban, hogy ide faszenet teszünk. Ez egy olyan faszenes grillsütő, ami ötvözi az offset smoker és mondjuk a gázgrillnek a kényelmét, az offset smokernek az autentikájával. Ez egy füstölő, ami itt meleget és füstöt gerjeszt a faszénből, itt van a sütőtér, tehát nem ott sütünk vele, ahol tüzelünk, és oldalt pedig van egy szabályzója ezen a kis tálcán. Ez a szabályzó pedig tűpontosan, akár Celsius fok pontosan tudja szabályozni a hőmérsékletet. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan offset smoker, ami automatikussá teszi a grillezést, és nincs szükség felügyeletre. Oh. Egy okos sütő. Egy okos sütő, igen. És van még egy okos sütő, ez pedig ott van a pellet grill, ezt csak a távolból mutatom meg neked, ez a Broiking pellet, ami ugyanazt teszi, mint ebben, csak pellet, ilyen kis összepréselt fa forgács segítségével. A Broiking pellet ma a világon a legnépszerűbb pellet grill. És ha megyünk tovább, ott a távolban, látom, távolban pizzasütőket látok. Igen, itt van még két füstörölt pizzasütők. A pizzasütő, ez egy nagyon érdekes történet, az Alfa Forni, egy hagyományos kerámiából pizzasütőket készítő cég Rómából, Olaszországból, és amikor találkoztunk velük, akkor egy ilyen 6-7 évvel ezelőtt, vagy azelőtt találták fel az otthoni használatú pizzasütőket, és ez a Covid alatt olyannyira befutott, hogy egy óriás cég birodalom lett belőle, és ma ők a világ legnépszerűbb otthoni használatú pizzasütői, de ma már nem ugyanabból az anyagból, nem samotból készítik a pizzasütőket, hanem acélból, ami hőszigetelt, és nagyon jó a hőháztartása. És akkor eljutunk lassan az utolsó fejezethez, ami, hogyha jól forduljunk látom, a gázgrillek. A gázgrillek, igen. Valamikor a mi grilles pályafutásunk a Broikinggel indult. A legelső grillünk, amit
nagy gyártótól vásároltunk, és amit elkezdtünk képviselni, ez a Breuking volt. Ez egy több mint 100 éves kanadai cég, aki ma is kézi technikával, hagyományos gyártással, és nem Kínában, hanem valóban Kanadában, kanadai alapanyagokból és kanadai emberek segítségével gyártja a gázgrilleket. És amit a gázgrillen való sütésről tudni lehet, ezt a Breuking tudja, az a szlogenje, hogy made for steak, vagyis a steak sütésre termett a legjobb grillsütő, ami létezik ebben a kategóriában. A sütési rendszere fantasztikus, hogyha valaki ki akarja próbálni, akkor rendelkezésünkre áll egy grilliskola, ahová el tudnak jönni, meg tudják nézni, ki tudják próbálni, és hogyha valakinek kedve van, akkor haza is tudja vinni. Na, erről szól a Spatrend Expo, hogy eljönnek az emberek, megnézik a kínálatot, kipróbálják, és hogyha tetszik nekik, akkor akár a grillsütőket, akár a medencéket, akár a bútorokat haza tudják vinni. Tehát Spatrend Expo, kipróbálni, hazavinni, nem érdemes kihagyni. Várunk titeket szeretettel!